picit jobbra akar fordítani. És ide az van írva, hogy jobbra, élesen. Élesen jobbra akar forgatni, tehát azt nem tudom, hogy mennyire szerencsés. Mondjuk a nyomokból ítélve itt jobbra is forgolódnak. Úgyhogy akkor megkockáztatom, mert mondjuk innen jöttem ebből az irányból. Ez nekem gyanús, ez a második utcán balra. Mert ott lehet, hogy valami tiltás lesz. Igen, hát ott látok is tiltást. Ott van a tiltótábla. Arra nem mehetünk. Már mindenség itt neki. Fordulj balra, szerintem. Mert ott egy 7,5 tonnás tiltótábla van. Mi a tervezés? Megyek erre, amerre tegnap jöttem. Két kalács. Na jó, oké. Mert tegnap innen jöttem ebből az irányból, úgyhogy ezt az utat már mondhatjuk úgy, hogy ismerem. Itt nem fogok beszorulni sehova. Ja, amit elfelejtettem mondani, hogy 2015. március 19-e van. 9 óra. Úgyhogy megyünk rakodni. Ahol már korábban is voltam. Itt a mezőgazdasági gépeket gyártó céghez. És aztán onnan Németországba megy az áru, ha jól láttam. Két lerakó lesz. Na hát bementünk itt szépen az erdős részre. Tegnap itt erre felé jöttünk. Mármint az előző fuvarba. Megyünk szépen az osztrák földek között. Már kezd zöldülni, nem tudom mi ez. De valami el van vetve. Érkezünk egy településre. Hohenzell az a neve. A második utcán minden jobbra fordul. Még te is. Igen, igen. Ha nem is túl bőségesen, de elfér a kamion. Oh-oh, gyere barátom, hogy megállsz ott. Óriási, nagyon jó, köszönöm szépen. Közik-e? Figyelje a számat, jobbra! Igen is. Nem jön senki, úgyhogy megyünk jobbra.
balra megyünk, igen. Balra bizony. Egyáltalán nincs dolgunk, hát illetve neked van vezes, jó? És mondjuk ne taposz el senkit, de azon kívül tulajdonképpen a világon semmi. Én nem tudom, nem is nagyon akarlak a szóval tartani, ez alatt mondjuk például felhívhatnád a családot kihangosítóval. Szerintem az jó hetsz, meg hát az ember az ilyen üres óráiban tudja megcsinálni azt, amit kihagyott másokat. Úgy általában elfelejtjük szeretteinket, már úgy értem részben, nem hívjuk fel őket, de na és, hogyha fél órával azelőtt jöttél el otthonra, akkor is fognak örülni neked. Hát vagy nem, ez a két lehetőség van. Na most már egy igazán jó főúton vagyunk, úgyhogy haladunk. Itt vagyunk a videó elején, és kérték ketten, hogy említsen meg őket. Egyikük Pepel Norbi, a másik pedig Borka Zsolt. Úgyhogy per pillanat megemlítésekről ennyi. De nem még egy picit gyorsan, csak kérdezem. Most! Jobbra! Oké. Milyen érdekes műalkotás van itt a körforgalomban. Lehetne egy kicsit finomabban vezetni? Na, no, hányos vagyok. Utolértünk egy moped autót. Itt meg egy traktor jön, mint a veszedelem. Úgy nézett ki, mintha meg se akarna állni. Na ezt a kis mopedet majd itt a szigetek után lenyomjuk. Van rendszáma. Na, szemből jönnek, most nem jó. Na hát ezzel is egy örökké valóság lehet egyik településről a másikra eljutni. De bent a városban oké, okay, az ember ott elszaladgál vele ide-oda vásárolni, vagy akármit. Vagy át a szomszéd utcába. De hát ilyen több kilométereket megtenni, az igen sokáig tart. De jó pofa. Lassacskán érkezünk a céghez. Itt a rakodásnak vége. Kettő lerakó, és összesen 182 kilométer. 112 kilométerre van az első lerakó, és onnan még 70-re a másik. Úgyhogy holnapi nap folyamán kell ezeket lerakni, úgyhogy most szépen elballagok, nem tudom én, Passau környékén valahol nézek valami helyet, ahol meg tudok állni, és aztán holnap reggel oda megyek a lerakóra. Az elsőre, azt utána megyünk tovább. Ez az a hely, ahol teljesen a szabályoknak megfelelően csinálják az áru felrakását és rögzítését, ugyanis itt az itteni dolgozók rögzítik az árut, ők kötik le, ugyanis ők tudják, hogy melyek azok a pontok, ők a szakemberek, hogy hol lehet ezt lekötni, mert nem úgy van, hogy csak úgy átdobom rajta a spanifert, aztán meghúzom, mint állat, mert akkor aztán igen komoly károkat lehet okozni a gépbe.
Úgyhogy ők tudják pontosan, ők szépen felrakták, lekötötték, én csak segédkeztem annyit, hogy előkészítettem a spanifereket, meg csúszásgátlót, meg egyebet, és ők ezeket szépen felrakták. Én még húztam a ponyvát, leszedtem a léceket, amit kellett, úgyhogy majd... és hű, ebből a csávó alig egy résen látott ki itt a szemből érkező kamion. Elég szépen ki volt dekorálva az ablaka. Angol rendőr biztos díjazná. Az irányból is megnézhetjük ezt a műalkotást. Nem tudom, mit ábrázol, de jól néz ki. Szép az idő, és most belefogtak a mezőgazdasági munkákba piszokul. A tavaszi munkálatokat nyomják. Na most éppen nem látni sehol gépet, de amikor mentünk rakodni, ugye akkor ott volt egy gép, ami szántott, meg most is itt jobbra messze távolba, meg itt egy egész csorda őz vagy szarvas vagy mik ezek ott bent a mezőn. Voltak vagy 8-10. Hát szóval ez nem lesz egy túl hosszú videó, vagyis hát ez a része. Aztán, hogy esetleg majd onnan Németországból hova tovább, de hát gondolom, hogy vagy egy német belföld, vagy vissza Ausztriába. Ez szokott lenni. Hát most már erre kell felkészülni, gyerekek. És itt a 151. videó hozzászólásaiban volt egy, nem tudom a nevét, valami fedőneve volt beírva az illetőnek, meg nem is tudok válaszolni a hozzászólására, nem tudom miért, csak az jelenik meg, hogy tetszik vagy nem tetszik a hozzászólás, de válasz lehetőség nincs, ez nem tudom, hogy miért van, előfordul sokszor ilyen, jobbról vonat, üresen, két mozdonnyal, és írja az illető, hogy hát ez most már a videók már nem is igazán, ja, hogy nem, nehogy félreértés essék, ő nem kötekedni akar, de hogy itt a videók nem is igazán a kamionozásról szólnak, és egy kicsit többet kéne a rakodásokról több videót készíteni. Hát amennyit lehet készíteni a rakodásokról videót, annyit én készítek. Amikor olyan lehetőség van, akár még ilyen stikába kicsit eldugott kamerával is, de megpróbálok készíteni rakodásokról videót, de viszont az esetek jelentős részében nem lehet, nincs rá mód, nincs rá lehetőség, mert ugyebár már ez is, amiket én néha csinálok, már itt is rezeg a léc. Úgyhogy nem szeretnék én ebből semmiféle problémát, hogy most itt bárkinek a bármilyen személyiségi vagy egyéb jogait megsértsem, vagy mit tudom én. Úgyhogy végtelenül sajnálom, a kamionsofőrködésnek ez a része, amit én csinálok most, ez tulajdonképpen erről szól, hogy megyünk, mit tudom én, x kilométert, és akkor ott meg lerakodunk. Azt, ha közben van egy defekt, akkor az egy kicsit színesíti a programot, de egyébként tulajdonképpen ez is a célja aznak, hogy csinálom ezeket a videókat, hogy bemutassam, hogy ez nem mindig csak nagy kaland, meg mit tudom én, nagy szabadság, és akkor megyünk, és azt csinálunk, amit akarunk, és akkor így, meg úgy. Nem, gyerekek! Itt van rakodási idő felrakón, van rakodási idő a lerakón, ahova oda kell érni. Nem úgy van, hogy most itt az ember azt csinál, amit ő akar. Jó, nem liheg itt a nyakamba a főnököm, az tény. Úgyhogy annyiból szabadabb, mint hogyha valaki egy üzembe dolgozik, vagy egy irodába, vagy bárhol. Ennyiből azért sokkal szabadabb, de attól függetlenül vannak kötelezettségek, amiket muszáj megcsinálni.
ahhoz, hogy ne lihegjen a nyakamba a főnököm, és ne molesztáljon állandóan, hogy gyerünk, gyerünk, menjél, mert engem nem kell hajtani, kiküldi a munkát, én megcsinálom a munkát, igyekszem mindenhova mindig időbe odaérni, rajtam nem múlik a dolog. Na, itt egy elhagyott bringa, de lehet, hogy a gazdája ott volt lent a kis bunkiba jobb oldalon. Úgyhogy tulajdonképpen ez a kamion sofőrködés, ez erről szól. Ebbe sok érdekességet én belevinni nem tudok. És rohadtul örülök neki, hogy nem történik semmi különleges dolog, hanem minden szépen simán megy a maga útján, és nem történik semmiféle különleges esemény. Addig jó, és azt kívánom mindenkinek, hogy ne is történjen. Na, itt valami útfenntartási munkálatok folynak. Aha. Nem is, hanem itt a felüljárót javítják, vagy festik, vagy nem tudom, valamit csinálnak vele. De sok kereke volt ennek a járgánynak. Na szóval nagyjából ennyit tudok itt válaszolni a fiatalembernek, hogy hát ja, itt ezek a fuvarok vannak, nagy részt ilyen rövidebb távok, nem megyünk. De most, hogyha minden második fuvar Korzikára menne, akkor előbb-utóbb az is unalmas lenne, nem? Hogy mindig megyünk Livornóba, onnan át Bastiába, és akkor onnan Bastiából vissza Livornóba, elmegyünk valamerre, azt megint megyünk, és ha úgy azt a utat fuvar csinálnám, akkor előbb-utóbb abba is bele lehetne unni. Itt mondjuk sokat megyünk a Brenneren, ugye oda-vissza, meg Villag felé, át a hegyeken. Tehát, ahogy az évszakok változnak, úgy ez is változatosabb lesz, mert ugye télen azért szép fehér volt, havastáj volt, most ilyen semmilyen, szürkésbarna, még kopaszak a fák, nem sokára elkezdenek kizöldülni, lesznek virágok, minden, tiszta zöld lesz minden, akkor attól lesz szép, úgyhogy valami kis változatosságot a természet visz bele. Itt egy gyönyörű szép templom jobb oldalon, anyám micsoda kupolája van, ilyet még nem is láttam, azt a mindenit, marha jól néz ki. Az vajon részből van az egész, vagy rézzel van beburkolva, vagy nem is tudom. Ez jól nézett ki. Na szóval ilyen kis apróságok azért vannak, meg most már jön a jó idő, ugye, és hogyha sikerül olyan helyen megállnom, mint például, amikor Korzikán voltam Bastiában, hogy elmentem sétafikálni, körülnézni, azért most is, hogyha sikerül valami olyan lakott terület közelébe megállni, akkor én fogom magam, aztán bemegyek, csámborgok egy kicsit. De hát az ilyen téli időben, ami volt, most itt ilyen szomorkás, meg az embernek még kiszállni sincs nagyon kedve a fülkéből, nemhogy még menjek csavarogni, csámpázni. Úgyhogy, na szóval, nagyjából ennyi, hát amennyire tudom, megpróbálom változatossá tenni a videókat, de hát tőlem erre fussa. Ez van. Sherdingnél járunk, és lassacskán megérkezünk az Inn folyóhoz, ami ugyebár a határ. Osztrák-német határ. Ez egy olyan okos ketyere, aki hát én vagyok, hogy előre szól, hogy merre kell tartani ahhoz, hogy utána ne kelljen tülekedni. Jobbra. És megérkeztünk Németországba. Hogy itt Passau felé vesszük az irányt.
kellene egy kicsit csalni. Igen, igen. Ten csalunk jobbra. Egyáltalán nincs dolguk, hát illetve neked van vezes, jó? És mondjuk ne tapossa senkit, de azon kívül tulajdonképpen a világosságban. Én nem tudom, nem is nagyon akarnak a szóval tartani, ez alatt mondjuk például felhívhatnád a családot kihangosítóval. Szerintem az jó hetsz, meg hát az ember az ilyen üresi óráiban tudja megcsinálni azt, amit kihagyott máskor. Tehát általában elfelejtjük szeretteinket, már ugye részben, nem hívjuk fel őket, nem, na és hogyha fél órával az előtt jöttél el otthonra, akkor is fogunk. Megérkeztünk Neuburg nevű településre, és hát nagyon csinos házak vannak itt, ahogy elnézem. Mint úgy általában Németországban, de vannak bizonyos helyek, ahol meg úgy különösen jól néznek ki a házak. Micsoda vár, vagy kastély, vagy mi ez itt jobb oldalon? Nagyon szép hely, mondaná Laci, hogy ha látná. Na hát ugye ő háttal van a kilátásnak. Ezt nem tudom, hogy itt Ausztriában is, meg Németországban is elég sok helyen lehet látni ilyen rózsaszínre festett templomot. Ennek van valami jelentősége? Jelent ez valamit, hogy ez valami felekezethez tartozás, vagy nem tudom. Vagy csak úgy egyszerűen tetszett a szín. De nem tudom, vallási kérdésekben nagyon nem vagyok otthon, úgyhogy csak megfigyeltem, hogy elég sok helyen ez a Barbie rózsaszínűre festik a templomokat. Szép erdős részen megyünk. És milyen szép lesz ez majd, ha kizöldünk. És itt mindjárt jön egy balra. Arra? Nem most, nem most, hanem picit később. Igen. Vigyázz a falra! Na, balról senki, jobbról messze jön egy teherautó, az is gondolom lassan. Úgyhogy... kövér gázzal kifordultunk. Pár száz méter annyira után... utálom ezt, komolyan. Nem, csak egyszerűen unom. Tulajdonképpen nem utálom, nem utálom. Szeretek szólni, hogy majd merre kell. Én már tudom, hogy később merre kell menni. Csak nem mondom el. Balra! Igen, pár száz méter után felhajtunk a hármas számú autópályára. Nürnberg irányába, van ahol... van GPS? Itt van, persze, csak ügyeskedek. Arra kell majd menni mindjárt, de még nem. Ahogy néztem, néhány kilométer megtétele után pedig lejövünk a pályáról és bemegyünk Passau. Passaut érintjük egy kicsit. Egyszerűen nincs ötletem, komolyan. Fingom sincs. Mi?
menjünk mondjuk balra. Hát akkor mondjuk elmegyünk balra. Menjünk fel szépen az autópályára és nézzük meg a többiek szeretik-e, hogy 40-nel megyünk. Azt mondja, hogy menjünk erre. Viszont a céges navigáció valami miatt nem akar erre felé vinni. Lehet, hogy ő tud valami tiltást. Mondjuk eddig táblával nem találkoztam. De gyanítom, hogy ha van is valami tiltás, akkor valami olyasmi lehet, hogy kivéve célforgalom, vagy valami, hát nekem meg erre felé van dolgom. Mondjuk másik irányból is meg lehetne támadni így körbe autópályán, de az vagy 50 km-rel több. Na majd meglátjuk, mi lesz. Minden esetre itt most Passaunál járunk. Úgyhogy meglátjuk. Jobbra még, majd mindjárt, akkor ott sokkal szebb házak lesznek. Aztán meg majd jobbra megyünk. Élesen. Oké, itt megyünk jobbra. Hát érkezünk Passaunál a Dunapartra. Erre felé még nem jártam. Most nincs idő sokat dumálni. Jobbra, jobbra, jobbra! Na, nem jön senki, nem jön senki. Jó, akkor én megyek. Meg is érkeztünk a Dunapartra. Érdemes dolgokat így előre tisztázni. Hamarosan jobbra megyünk. Élesen. Csokolom, én a navigátor vagyok. Jobbra megyünk élesen. És zöld a lámpa. Nagyszerű. Hát eddig nem találkoztam semmiféle tiltótáblával. Nem tudom, hozzak valami kaját. Remélem ezután se lesz. Vagy szórakoztassalak, vagy tudok verseket. Jó, tudom, nem mondjak verseket, csak én még azért gondoltam, beszélek egy picit, vagy mondjak, mondok, az vagy neked, itesnek a kenyér. És tavaszi zápor fűszere a földnek, lelkem miattad örök harcban ég, mint a fösvény, kit pénze gondja ölnek. Csupa fény és boldogság büszke elmém, majd fél, az idő ellop, eltemet. Csak az enyém légy, néha azt szeretném, majd hogy a világ lássa kincsemet. Arcod varázs a csont. Pillantásodért is sorvadok, nincs más, nem is akarok más gyönyört, csak amit tőled kaptam, s még kapok. Koldus szegény, királyi gazdagon, részeg vagyok, és mindig szomjazom. Szerintem kihagytam valahol kétsor. Na itt egy zsilip. Egy zsilip rendszer a Dunán, Passaunál. Hogy ez nem is zsilip, csak valami duzzasztó. De ott a túlsó felén szerintem lehet zsilipelni. Hát jönnek, mennek a hajók, gondolom azért valahogy át kell őket engedni egyik szintről a másikra. Kinéztem én itt egy parkolót a Dunaparton, nem olyan messze, hát meglátjuk, hogy lesz-e hely. Meg egyáltalán nyitva van-e az a parkoló, mert egy korábbi helyen is kinéztem egy parkolót, és az le van zárva. Le volt zárva. De most már itt lassan megállok, mert nem tudom, hogy ha tovább megyek, akkor hol tudok egyáltalán megállni, mert végig ilyen úgynevezett Bundesutakon kell menni. Hát ahogy néztem a műholdképet, hát ez sem egy valami hűde-hajde parkoló.
de mégiscsak Dunaparti. Dunaparti parti. Majd meglátjuk tényleg, hogy lesz e hely. Milyen mély lehet itt a víz, hogy itt ezek az uszályok így ennyire ki vannak kötve a parthoz? Megérkezünk a 3-as számú autópályához, csak most itt szépen alatta átgördülünk. Eddig minden oké. Remélem, hogy későbbiekben sem lesz semmiféle tiltás. Itt van ez a parkoló. Hát, nem férek én itt be mögé, kilóg a vége. Akkor megyek tovább. Hát akkor sajnos ez nem jött be. Akkor valahol messzebb csak lesz valami, majd meglátjuk. Hát végül is az előbb én azt benéztem, nem az a parkoló az, amit én néztem, hanem itt van mi. Ez talán egy számmal nagyobb. Innen még 30 km a lerakó. És itt én szépen leparkolok, megállok éjszakára. Eljövök ide egész előre, hogy mögöttem is kényelmesen elférjenek. Így mi. Ha valaki el akar menni, az ki is tud menni tőlem. Na kérem! Itt lesz az éjszaka a Duna partján. Hát gyönyörű szép idő van. Kiszálltam egy kicsit itt szédelegni a kocsi körül. Kellemes a környezet. Hát itt nem tudom ezt, hogy most télire bevitték-e az ülőkét, hogy ne menjen tönkre. Vagy az se kizárt, hogy valami nagyon erős emberek itt is járnak. De szerintem ezt télire bevitték. Ez innen le van szerelve. Úgyhogy lehet. Elképzelhető, hogy fából van ez a szerkezet, és nehogy szétrohadjon, szétfagyjon itt, ezt télre bevitték, és majd tavasszal kihozzák. Na majd, ha egyszer erre járok, akkor megnézem. Itt pedig lenn már nyílik valami szép kék virág. Hát nem ibolya, mert
azt megismerném. Ez valami más, meg nem mondom a nevét. Meg itt is már nyílnak a virágok. Úgyhogy gyerekek, visszavonhatatlanul itt van a tavasz. Valakinek elfogyott a bora, úgy látom. És hát jobb helyet nem talált, mint hogy ide elhajította az üveget. Ezt soha az életben nem fogom megérteni, hogy addig, amíg volt benne bor, addig nem volt útba. Addig tudta vinni. Amikor már kifogyott, akkor annak már ott helye nincs az autóba, a következő kukáig, vagy akármeddig. Nem értem. Nem tudom. Na mindegy, hát ez... Ez biztos az én hülyeségem. De sajnos ez mindenfelé jellemző, én úgy látom, hogy amelyik csomagoló anyagból kifogyott a benne lévő ehető, iható dolog, azt ki kell hajítani a kocsiból, akár menet közben, akár egy parkolóba, de az, hogy elvigyük egy kukáig, mert abból is azért van számtalan, mondjuk itt nincs. Itt érdekes módon nem láttam egyetlen szeméttároló edényt sem. Lehet, hogy azt is bevitték télire. De hát én viszont úgy vagyok vele, hogyha valamit elfogyasztottam, azt megpróbálom elhelyezni egy szemétgyűjtőbe a csomagolóanyagot, vagy ha nincs a közelbe, akkor beleteszem a szemetes szatyromba, és alkalomattán majd kihajítom. Nem az utcára, meg nem az út mellé, hanem a megfelelő helyre. Na, hát itt a tavaszi délutánról ennyit. Itt mögöttünk egy tehervonat. Hát úgy látszik, nyugodt éjszakám lesz, habár engem olyan nagyon nem zavar, mert tudok aludni ezektől a zajoktól. De olyan túl sok értelmét nem látom tovább menni, mert 31 néhány kilométerre van a lerakó, úgyhogy holnap reggel 7 órakor meglódulok, és elméletileg 7:30-8 között oda kéne, hogy érjek. Na, mindenkinek jó éjszakát kívánok! Üdvözlet mindenkinek! 2015. harmadik hó 20-a van, 6 óra 50 perc. Dunaparti éjszakának vége. Úgyhogy elindulunk a lerakó felé. Éjszaka szépen nyugodtan eltelt. Autó rendben van, minden oké. Senki nem jut semmihez. Úgyhogy megyünk, elvileg 8-ra kell odaérni, hát van 30 km, meg 1 óra 8 óráig. Hát csak sikerül 1 óra alatt legyűrni azt a 30 km, hát remélem. Itt látható a kukás autó, amit már Hollandiában is láttam egyszer, vagyis hát ilyet. Megáll, fölveszi a kukát, beborítja, lerakja és megy tovább. Na hát ez az út, ez nem túl széles, de azért elférjünk. Na hát most itt ezzel a kukás autóval el leszek. Mert ő nem húzódik le olyan nagyon. Hát remélem, hogy valahol majd csak befordul. Mert így nem érek oda 8-ra. Mert nem férek el mellette hiába.
Na, óriási. Nagyon tetszik. Nem kell tologatni, meg mit tudom én, mögé, meg akárhova. Megfogja, fölveszi, beborítja. Ennyi. Na, személyautó jön. Kukás előrébb megy, és akkor itt megpróbálom kikerülni. Ha sikerül. Igen, sikerül. Tudik-e? És jobb kormányos az autója. Habár itt már csak egy kuka volt, de aztán ki tudja, hogy erre tovább van-e még. Úgyhogy így jobban jártam, ha itt most kikerültem. Az a tuti. Aha, itt is van még egy kuka. Meg itt végig. Aha, igen, hát jobb. Jobban jártam, hogy ott kikerültem. Kövesd a főutat, de nem csak egyszerűen kövesd a főutat, hanem balra, balra. Oké. Okay. Vannak esetek, amikor balra kell menni, de most nem. Oha, na itt most ne nagyon jöjjön szemből senki, vagy legalábbis ne túl gyorsan, mert ezt itt egyáltalán nem lehet belátni. És nekem egészen a szembe jövő sávba át kell jönni, hogy elférjen a hátulja. Balesetnek tűnjön. Én ezt úgy szeretem. Na, van még 9 kilométerünk a célig. De jól néznek ki a házak errefelé is. Ezek a kanyarok. Csoda jók. Lehet, hogy mégiscsak inkább az autópályán kellett volna jönni. Na, itt most jobbra megyünk. Egy főbb útvonalra megérkeztünk, szerencsére. De egyébként mivel foglalkozol? Barátkozzunk. Na, megérkeztünk Eichendorf nevű településre. Na, meglátjuk, hogy hol lesz ez a lerakó hely, a településnek a túloldalán valahol. És úgy nézem, itt át kell menni a városközponton. Na hát tiltó táblát nem láttam. Szép, óvatosan átmegyünk. Jaha. Hát, gyerekek, biztos, hogy itt kell nekem menni, ha bár elég szép, nagyra van hagyva a hely, úgyhogy nyergessel is be lehet fordulni. Érdekes, ez itt a főút, és itt. Itt lesz nem sokára lerakó.
még néhány száz méter, és elvileg itt lesz Balkész felé. Balra kell majd menni. Majd. Jó. Hát szemből is jön nagy autó. Úgyhogy akkor... akkor jó vagyok. Meg itt vannak mindenféle cégek. A második utcán tessék balra fordulni. És utána nem fordulunk se erre, se balra, se jobbra, se, hanem megérkezünk. Aha, nagyszerű. Micsoda kastély van itt jobb oldalon, ez igen. Itt szembe is ez a bástya, jól néz ki. Ezek is marha jól néznek ki. De hatalmas nagy ház, ez egy... egy család lakja, hát az bődületes. Több száz négyzetméter, több szinten. Nagyon nagy. Közelítünk az úti célhoz. Még ugyan nem vagyunk ott a településen, ez egy előző itt kell jobbra menni azt vannak mondani. Esetek, amikor balra kell menni, de most nem. Aha, ott van a timering, 3 kilométerre van innen. Néni, kérem, letetszik küldeni Pistikét focizni? Pistikének se kezes a lába. Nem baj, focizni lehet vele. Hamarosan balra megyünk. Nagyon csinos kis település ez is. Németországban nem igazán lehet látni ilyen lepusztult házakat. Van nagy ritkán egy-kettő, de többnyire rendben vannak tartva, laknak benne, nincsenek ilyen elhagyott házikók. Ha minden itt van, ez 4 méter? Van. Figyelje a száma! Jobbra! Van, magasságkorlátozás nem volt. Na, megérkeztünk Timering nevű helyre. És elvileg valahol itt kell legyen a cég. Vasútállomás már van. Aha, ott van szembe. Megjöttünk a célhoz! Vonat elsuhant mellettünk. Ott van szembe az a zöld tábla. A lerakodás megvolt. És már szerelik is össze a szerkezetet.
Azt tudtad, hogy én is kínai gyártmány vagyok? Hát hogy ne lennék az? Hát majd nem sokára jobbra megyünk. Szépen leereszkedünk óvatosan, nehogy oda csapjuk valahova az alját, elejét, hátulját. Na, jól van, újra tervezek. Még egyszer utoljára. Most nem küldte még le a címet. Most egy picit hallgatok, és akkor utána még majd dobálok. Címet még nem kaptam, úgyhogy csak úgy emlékezetből megadtam Lacinak, hogy körülbelül hova is kell menni. Hát remélem jó helyre vigyeztettem az úti cél helyét. Innen 55 km az átállás. Megyünk visszafelé, ahonnan jöttünk. Hát itt Németországban nagyon nagy divatja, hát nem is, ez nem is divat a napelem. Rengeteg, nagyon sok háznak a tetején. Van, gazdasági épületek tetején is sok helyen van. Gondolom támogatja az állam, nem adóztatja, és így aztán megéri, érdemes telerakni a tetőt napelemekkel. Laci itt azt mondja, hogy menjünk jobbra, de viszont az iparterületet balra jelzi. Úgyhogy én megyek balra. De úgy rémlik nekem, hogy onnan is be lehet menni. Mert a múltkor itt errefelé mentem, de... Hadd simogatom meg a buksi fejeckédet. Újra tervez a bácsi, jó? Merre most akart vinni, de ott eléggé, hogy is mondjam, nem kifejezetten kamion közlekedésre van kitalálva az út. Fölmegyünk a 92-es autópályára, és azt utána a 3-asra. A 3-ason megyünk majd egészen Frankfurtig, és akkor Frankfurtnál ha jól emlékszem, 66-os, és utána 60-as. És úgy rá a 61-esre, és a 61-esen fogunk menni föl egészen magasra. Na, fabrikálni kell a bácsi egy új útvonalat, szépet, fényeset, széleset, jó, hogy rajta tud maradni, de aztán nem elszúrni, áll. Köln ugye, fölé. Így már érdekes, felmegyünk az autópályára. Bizony, bizony. Már Lackó tovább akart volna vinni arra felé a 8-as főúton,
De hát ott ki vagyunk tiltva. Menjünk fel az autópályára. Félsz mi? Na és innentől vágtatunk. Szőkenőt a fáról. Integetsz neki. Vágtatunk az autópályán. Úgy látom, ez egy amerikai katonai csőrös fog megelőzni, itt rövidesen. És ez el is ment. A rendszám az ugyebár nincs rajta, de minek? Mehetnek nyugodtan. Ajaj, túloldalon nagy kék villogás. Valami történt, tűzoltóautó. Személyautó karamboloztak, úgy látom. Akkor ezt mondta a rádió, hogy Würzburg irányából 12 km stau. Van még vezetési időm, de hát úgy döntöttem, hogy megnézem én ezt a parkolót, hogy van-e hely. És ha van hely, akkor itt megállok. Nürnberg magasságában járunk a 3-as számú autópályán. Úgyhogy nincs már hangulatom tovább menni. Úgyhogy benézek. Bekukkantok én ide, hogy hát ha van hely, ha nincs hely, hát az se nagy tragédia, mert akkor megyek tovább, hát van időm. Beférnék én ide? Hát... Újra tervezés! Igen. Nagyon szűken, de nézzük csak. Tovább el összes kollega mellett, az vajon hely? Be tudok én ide férkőzni? Hát nem tudom, hogy a hátulja nem... Az eleje az föl fog menni ide. Hát... Nem fér be a hátulja. Nem fér be a hátulja. Pedig amennyire csak tudtam, ráhúztam. Na hát ez a Suon kollega mehetne egy kicsit előrébb például, és akkor talán beférnék. Vagy a túlsó feléről visszatolatok. Még az is egy megoldás. Az lesz igaz, hogy jobbra-hátra kell betolni, de hát jobbat hirtelen nem tudok. Ide rakom ezt a kamerát. Hogy a tükörből valami látható legyen. Mondjuk túl sok mindent nem lehet majd látni, gondolom. Ó, ott most jön kifelé egy kollega. Aha, de jó. És látja, hogy tolatok.
Megállt, jó van. Na hát 2 perccel ezelőtt is kijöhetett volna. És akkor be tudtam volna állni a helyére. Visszatolat egy kicsit, jó, nagyszerű. Én meg itt amennyire csak tudom, kiteszem a szélére. Így né. Másik oldal már súrolja a szegélyt, de hát mindegy. Köszike, és akkor így ide szépen betoltam. Jó, köszönöm. Na, ja, fölkapott a gumi a szegélyre. Nem lett baja a guminak. Na, megérkeztünk, itt lesz az éjszaka. A gyerekek, elég rosszul néz ki ez a man. Nürnberg mellett vagyok a parkolóba, ugye, ahol az előbb megálltam. És most nézem, hogy ezt valaki itt hagyta. Nem hiányzik vajon senkinek? Nem tudom, de már le van rabolva róla minden lámpa. Szerintem az üzemanyag tartály az már üres, tanksapka nincs rajta. Ponyva, mint látható, szana szétvagdosva. A raktér az most már lassan szemetesnek lesz használva. És hát itt a jobb oldala az egy kicsit le van gyalázva. Hát a fülke. Az is ki van fosztva. Hát gyönyörű. Hát kár érte. És akkor itt gondolom a helyi hatóságra adott ide valami. Majd akinek lesz kedve, az elolvassa. Jó reggelt kívánok! Március 21-e van 2015-ben. Reggel 6 óra 20 perc, hogy kezdetét veszi a mai nap. Ez egy szombati nap. Mai terv az, azért hogy... erre is takaríthatnának. Megpróbálom megközelíteni a lerakót, hogy hétfő reggel ne kelljen túlzottan korán kelni. Vagyunk a hegyekbe Németországban, és épp a Spessarti fogadó mellett haladunk el. Nem tudom, ki írta a regényt, van egy ilyen regény a Spessarti fogadóról, hogy ez nem egy ma épült hely, ez már réges-régen is valami forgalmas útvonal volt errefelé, gondolom. Azért építettek ide fogadót, mert ez még valamikor
Hát nem tudom, több száz évvel ezelőtti maga a regény. És itt nagyon belefogtak az autópálya építésbe, ugyanis a régi nyomvonal helyett egy teljesen új nyomvonalat építettek itt ezen a részen. Hogy ezt miért csinálták, a csoda tudja. Odébb tették 80 méterrel az autópályát, és ugyebár felüljárókat építettek, viaduktot, nem is tudom, hogy 4 éve csinálják ezt, nem tudom már hány éve, de igen régóta csinálják. Mostanra úgy néz ki, hogy elkészül. Majd lassacskán. Itt azért még van mit csinálni, de már nagyjából készen van ez a része. Tőlünk jobbra itt a vöröses domb mögött ott van a régi. A cimogatom meg a buksi fejet, kérlek. Újra tervez a bácsi. Jó? Igen, úgy hát szeretnék ázsiainál dolgozni. Mindjárt jobbra megyünk. Laci, ezt még nem is ha lámpa van, akkor a zöld nél kell befordulni. Ha nincs lámpa, akkor bármikor, amikor nem jön senki. Majd egyet tarts szem előtt, légy szíves, amikor útvonal tervez, útvonalat tervez, bocsánat, hogy nem szeretem, az egy nagyon hülye dolog, oké? Mozog, hát ez a legnagyobb bajom, és benne nincs kiruszkó. Tehát, hogy hányok. De azon kívül még ráadásul értelmet sem látom, mert hogy hol lehet kompozni, hol ott, ez meg lehet kérdezni. Ott látható tőlünk jobbra a régi nyomvonal. Hoppá, ez még mondjuk el, hogy 60, de mi ez? Azzal nem is tudom, mit csinálnak. Fölbontják, fölszedik, vagy nem tudom. Majd meglátjuk 1-2 éven belül. Frankfurti repülőtérnél járunk. Már olyan régen jártunk errefelé. Ott megy fönt az a kis sinen, valami kis vonatszerű. Az viszi az utasokat a parkolóházból ide-oda, meg hát itt a repülőtéren belül úgy látom végig ott van, ott jön a másik vele szembe. Külön kis vasút van, amit hordja a népet. Hát igen, mert gyalog kéne megtenni ezeket a távolságokat, azért az elég messze van. És itt pedig a már oly sokszor látott Hilton. Vagyis hát, mit tudom én, nem csak Hilton, hanem van itt mindenféle egyéb, ahogy láttam a feliratokat. De a rádióban azt hallom, hogy kalamajka van, mert a Lufthansa pilóták sztrájkba léptek. Hogy miért, azt sajnos nem tudom. Gondolom bértárgyalásokat szeretnének, vagy a csoda tudja. Ez is egy klassz kis üvegpalota.
nézd meg a felüljárón, még mindig ott vannak a hókotrók készenlétbe. Hogyha még azért hiába március, meg minden, reggel még elég hideg volt, olyan nulla fok. Menjünk le az autópályáról. Jó, ebben az éjszakban oly szép Magyarország, de oly. Most van 7 fok. De ha egyszer gondol egyet az időjárás, és elkezd szakadni a hó, akkor ne akkor kelljen előásni a szerkezeteket még a hangárból, hanem már egyből tudnak menni dolgozni. Hát elég nagy a csend a repülőtéren, egyetlen egy gépet láttam leszállni. És semmi többet. Ne gyűjjünk el a nép között, menjünk le az autópályáról. Hát szokásomhoz híven, nem megyek tovább a 3-as számú autópályán, hanem átmegyünk a 67-es, 60-as és 61-es. Így. Ebbe a sorrendbe megyünk az autópályákon. Érdemes balra tartani, mert utána nyilag lesznek bizony. És aztán ugye a 61-esen pedig megyünk föl egészen magasra. Tartsunk balra, éjszakra. Érkeztünk Mosel-Tal nevű helyhez. Ez itt ugyebár a boszorkány reptetőnek hívott hely. Szép magasan vagyunk. Esősre fordult az időjárás. Itt járunk Mönchengladbach magasságába. Innen még 20 km a lerakó. Annyira utálom ezt, komolyan. Hát nem, csak egyszerűen unom. Tulajdonképpen nem utálom, nem utálom. Szeretek szólni, hogy majd merre kell. Én már tudom, hogy később merre kell menni. Csak nem mondom el. Balra! Itt van szembe egy autóhof. Ahova én bemegyek. Majd menjél balra. Nem most, te kis kócos. Utána balra. Igen, majd bemegyek, ha zöld lesz a lámpa. Nem emlékszem, hogy korábban jártam volna itt. Csak úgy be van nekem jelölve itt a térképen, hogy autóhof. Nagyon jó. Én úgy szeretem ezt mondani, hogy mit tudom én, most megyünk balra. Utána balra megyünk. Igen, itt megyünk balra. Balra mi van? És utána balra. LKV truck, parkoló, és... Na, jól van, újra tervezek. Még egyszer utoljára. Kisállok, de jobbra! Utána olyan jó. Én úgy szeretem ezt mondani, hogy mit tudom én, most menjünk balra. És utána már ott is vagyunk. Parken, tanken. Restaurant. Újra tervezés. Hát ez jó, tele van, hallod. Mindegy, hát egy helyet csak találok valahol.
fene gondolta, hogy autóhof és így tele lesz. Tartályos kollega tolat egyet. Csináljuk meg, jobb oldalt, és utána menjünk tovább. Utána is menjünk valamerre nyilván, én szerintem jobbra, de nem biztos. Szélén van-e hely? Ha nincs, akkor nézek valami parkolót a közelbe. Ez azért nem egy szép környék, halljuk be. Ha jobbra mégy, majd mindjárt, akkor ott sokkal szebb házak lesznek. Aztán jobbra megyünk. Mi van akkor, ha én itt megállok a szélén? Szerintem semmi. Nyomokból ítélve korábban is álltak már meg itt. Na hát megállok én itt, aztán meglátjuk. Üdvözletem mindenkinek, jó reggelt kívánok! 2015. március 23-a van. Hétvége szépen eltelt. Hogy indulunk az úti célhoz, mert az innen 20 kilométerre van. Újra tervezés. Minden versbe kell a rím. Jobbra megyünk azonnal. Aztán jobbra megyünk. 6 óra 30 perc van. Hát úgy írta a lerakási időt, hogy 6 óra 30 és 8 óra között. Mondjuk szépen jobbra, aztán majd kiderül. Aztán meg majd jobbra kell menni később. Nézzék ki szépen jobbra, milyen ott, oda megyünk. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy fél hét körül elindulok, aztán 7 óra körül gondolom odaérek. És akkor így se túl korán, se túl késen. Hétvége szépen eltelt, minden rendben volt. Menjünk fel az autópályára, és ne izguljunk. Nincs miért aggódni, ha a felüljárókról viszonylag ritkán dobálnak le utca gyerekek hűtőgépeket. Haj, viszont igen, akkor nyilván mindenki megdöblik, aki 40 km-es körzetben van. És ismét kérték, hogy említsem meg egy-két embernek a nevét. Várza Roland Erdélyből, aztán Major Sándor úgy szintén Erdélyből, de ő még kérdezi, hogy Laci, a GPS hang az valós személy-e? Hát igen. Ezeknek a GPS hangoknak a jelentős része valós személy, ugye ott van Pákó, ott van... Na, Dezső, ahhoz képest, hogy csak vásárolni indultál, milyen ez? Felmegyünk az autópályára. Isti, ugye hát őt meg úgy hívják, hogy Jáksó László. Ő egy média személyiség. És aztán még Csabai Levente is kérte, hogy megemlítsem. Úgyhogy megemlítések az egyelőre ennyi. Hajtsuk fel az autópályára. Hogy üli meg a szőkenő a vakondot? Milyen lehet-e neki? Az egyik kedves kommentelő írta nekem, hogy a múltkor én jó múltkor nem jót mondtam, ugyanis azt mondtam, hogy Nagyszalontáról, Erdélyből
kért valaki megemlítést, és azt írja, hogy hát Nagy Szalonta az nem Erdély. Hát igen. Bizonyára igaza van, én úgy vagyok vele, hogy amelyik település a határnak a román oldalán van, az nekem már Erdély. Úgyhogy de így utólag elnézést kérek, akkor nem Erdély, hanem micsoda? Mit mondjam? Románia? Nem tudom. Na úgyhogy én továbbra is úgy érzem, meg úgy gondolom, hogy a határon túli rész az Erdély. Na minden. Itt lemegyünk az autópályáról, és innen már csak nem egész 3 kilométer, és ott leszünk a lerakón. Tarts jobbra! Bicikli! Bicikli! Most hétvégén eszembe jutott, úgyhogy megnéztem a Google térképen. Hogy hol is van ez a cég. Ugyebár itt se tudok utcaképet nézni, mert nincsenek utcai felvételek. De a műhold képet megnéztem. A gépjárműkezelési problémái vannak, forduljon hozzám. Műhold kép alapján is jól láthatóan ott van egy nagyobb ipari létesítmény. Nem tudom, mi lehet ez, nyomda, vagy micsoda, de láttam ott kamionokat állni az udvaron, úgyhogy nagy valószínűséggel jó helyre fog navigálni ez a navigációs szerkezet. Ezért tudom, hogy nem itt, hanem majd a következő lehetőségnél balra kell menni. A második utcán fordulj balra! Megérkeztünk München Gladbach, azt hiszem így kell mondani. München Gladbach városába. Egyenesen le balra. Azért. Szemből nem engedi? Nem, jó van akkor. Megjöttünk!